Migránsok nagyobb csoportja indult el ma délután Kelebia irányából a magyar határ felé. A nagyjából 200-300 fős csoport a Majdány tónál gyülekezett, majd megindult a kelebiai kerékpárúton. A karaván körülbelül 16:30-kor érte a kelebiai határhoz. Azóta a határkerítésnél vertek tanyát a migránsok. A helyszínen van kollégánk Mészáros György. Szerbusz György, jelenleg mi a helyzet? Szervusz, köszöntöm a nézőket. Jelenleg az a helyzet, hogy kezd nagyon hideg lenni, és ezt az itt összegyűlt migránsok is érzik. Nagyjából egy ilyen 100 fős kemény mag gyűlt itt össze, a többiek azok elmaradtak, illetve nem is engedi a szerb határrendőrség a többieket, hogy ide jöjjenek erre a határövezeti területre. Mint ahogyan láthatják a nézők, többségük már sátrat vert, illetve bebugyolálta magát jó meleg pokrócokba, hoztak magukkal meleg holmit és mindenféle ugye enni és innivalót, tehát felkészültek arra, hogy hosszabb ideig itt töltsék, ha kell, akkor nem csak az éjszakát, hanem az elkövetkező napokat is. Óriási gondot jelent az, hogy most lezárták a Kelebia-Tompa határátkelőt, elsősorban meg is mutatjuk főleg a kamionosoknak, akik az egyébként is feltorlódott kamionsorban időnként nem csak több óra hosszat, hanem akár napokat is várakoznak, illetve nem csak a kamionosoknak, hanem például azoknak a határ túloldalán dolgozó szerbiaiaknak, pontosabban Szabadka környéki dolgozóknak, akik mondjuk a tompai vállalatokban, illetve üzletekben dolgoznak. Ők most egyszerűen nem tudnak majd az este folyamán hazajutni. Mint ahogyan láthatják itt, főleg nem csak fiatal emberek, hanem családok, nők, illetve gyermekek és idős emberek vannak. Megpróbáltak győzködni a magyar határ rendőrökkel, akik nagyjából 100-an vannak, hogy engedjék át őket az Európai Unió területére, ami természetesen ebben a pillanatban lehetetlen. Azt is elmondták többen, hogy nincs semmiféle agresszív szándékuk, tehát békésen jöttek ide, és itt fognak maradni mindaddig, amíg a magyarországiak be nem engedik őket az EU területére, de mint mondtam, ez egyelőre természetesen lehetetlen. Hogy mit hoz az éjszaka, ezt egyelőre nem tudjuk, a későbbiek még majd halljuk, illetve látjuk egymást, jelentkezünk a helyszínről. Mészáros Györgynek köszönjük szépen a helyszíni tudósítást, mi pedig megyünk tovább. A stúdióban van Pásztor Bálint, a Vajdasági Magyar Szövetség köztársasági parlamenti frakció vezetője, akit nem ezzel a témával kapcsolatban hívtunk a mai közügyekbe, de mivel már ugye itt van, akkor ezt a témát se hagyhatjuk szó nélkül. Mi a véleménye erről a felvonulásról? Hát azt gondolom, hogy ez a téma a nézőket jobban érdekli, mint szinte bármely más téma, úgyhogy jó, hogy beszélünk róla. Hát azt gondolom, hogy bebizonyosodott, hogy a migrációs helyzet az elsősorban egy biztonsági kérdés, és hogy igaza volt a Vajdasági Magyar Szövetségnek mindezekben az években, amikor arról beszéltünk, hogy a helyi lakosság életének a biztosítása és a biztonságának a garantálása az állami szerveknek a feladata. Ha én jól láttam a képekből, akkor ezek az emberek Szerbia területén tartózkodnak még mindig, gyakorlatilag, és én abban bízom, hogy a szerbiai rendőrség elszállítja őket a befogadó központokba. Az nem állapot, hogy a Kelebia-Tompai határátkelő napokig zárva maradjon, hiszen ezzel a mi lakosságunk szenvednek árt. Ön többször is felszólalt már nem is olyan rég a köztársasági parlamentben, pontosan az miatt, hogy a migráns válság kapcsán a felszólalásokba erről beszélt, hogy a szerbiai rendvédelmi szerveknek kellene fellépni. Van ennek foganatja a felszólalásainak? Én azt gondolom, hogy igen. Azért is, mert a szerbiai közvélemény, és itt nem a mi vajdasági magyar médiumainkra gondolok, vagy médiánkra, hanem az országos szerb média felfigyelt a kérdésre, és sikerült elérni az inger küszöbüket, mert azért azt el kell mondani, hogy
Belgrádban, annak ellenére, hogy Belgrád is elég jelentősen sújtott a migráns problémával, nem igazán mindennapos kérdés ez Dél-Szerbiában, Közép-Szerbiában pedig végképp nem. Tehát az, amit mi megtapasztalunk Szabadkához tartozó településeken, Magyar Kanizsa településein, Török Kanizsa településein vagy Nyugatbácskában, az egy közép-szerbiai állampolgár számára fölfoghatatlan, elképzelhetetlen és olyan kérdés, amit még nem tapasztalt meg. Úgyhogy ilyen szempontból fontos erről a szerbiai parlamentben beszélni, és ami ettől talán még fontosabb, ennek a felszólalásnak a kapcsán én úgy tudom a helyiektől, hogy Török Kanizsa területén és Magyar Kanizsán is, meg hát Szabadkán is a rendőrség elkezdte a munkáját végezni, úgyhogy azt gondolom, hogy azért van némi foganatja ennek. És akkor kapcsolunk Dóró Alenhez, akitől délután folyamán olyan híreket kaptunk, hogy egy menet indul Majdány Rábé Kübekháza határátkelő felé, tehát itt az imént beszélgettünk Török Kanizsa és Magyar Kanizsa községekről, és Dóró Alen a helyszínen van. Szerbusz Alen, mi történik jelen pillanatban Észak-Bánátban? Jó estét kívánok, köszöntöm a tévénézőket innen Rábé határából. Nos, elmondhatom azt, amiről Pásztor Bálint is beszélt a stúdióban, miszerint, hogy a migránsok jelenleg eltűntek az itteni településekről, tehát Majdánon, Rábén és Oroszlámoson nincsenek már annyian, mint az előző napokban, hetekben, és azt is el tudom mondani, hogy a rendőrök megerősített számban vannak itt jelen. Pár perccel ezelőtt ide is érkezett egy rendőrautó, ellenőrizte, hogy kik is vagyunk, de a hátam mögött, hogyha látszanak a fényszórók, azok egy magyar határőr autója. Úgyhogy ők is figyelik folyamatosan, hogy kik is vannak itt a határ közelében, kik mozognak, de látták persze, hogy tévés tábról van szó. Délelőtt folyamán találkoztunk olyan migránsokkal, stábunk Oroszlámoson beszélt olyan illegális bevándorlókkal, akik ugye tudtak erről az akcióról, hogy ma egy úgynevezett migráns karaván indul majd el a Tompa-Kelebia határátkelőhöz, és bizony ők is velük tartottak. Mi nagyjából egy órával ezelőtt értünk ide Rábéra, útközben mi is találkoztunk olyan csoportokkal, akik gyalogosan tartottak Szabadka felé, tehát Tompa-Kelebia irányába. Ez egyik nagyobb csoportot, amelyben nagyjából egy 15 migráns tartózkodhatott, egy rendőrautó kísért, és érdekességnek számít, hogy ez a rendőrautó minden olyan gépjárművet leállított, amely Magyar Kanizsa irányából erre Rábé felé tartott. Így jártunk mi is, a mi autónkat is ellenőrizte, hogy kik ülnek az autóban, hogy esetleg migránsokat szállítunk-e vagy sem. Úgyhogy el lehet mondani, hogy a rendőrök megerősített számban vannak jelen itt Észak-Bánátban, a migránsok pedig úgy tűnik, hogy jelenleg kevesebben vannak, hogy maradtak-e valahol az üres házakban, a falvakban, azt most pontosan nem tudjuk, de az biztos, hogy a legtöbbjük elindult Kelebiára, egy részük már persze oda is ért, és vannak olyanok is, akik még úton vannak, tehát szaporodni fog az a tömeg, amely jelenleg ott Tompa-Kelebia határszakasz mentén alakult ki. Dóró Alennak köszönjük szépen a bejelentkezést. Felmerül egy kérdés, hogy akkor valamilyen fundamentális változás történt a szerbiai rendőri fellépésben. Láthatjuk, hogy itt Szabadkán is és Észak-Bánátban is a rendőrök úgymond végre végzik a munkájukat. Én azt gondolom, hogy ez történt. Szabadkai esetek is voltak az elmúlt napokban, amikor lakossági bejelentés alapján, amikor migránsok üresen álló házba költöztek be, a rendőrség kijött a helyszínre rövid időn belül és elszállították a migránsokat. Ilyenre korábban nem volt példa, úgyhogy a Vajdasági Magyar Szövetség a jövőben is azt fogja követelni az állami szervektől, hogy a szerbiai állampolgárok, így a vajdasági magyarok biztonságát garantálják, és a normális emberhez való életet itt a saját városainkban, falvainkban, településeinken, ez az elsődleges. Köszönöm szépen a beszélgetést!